A motort a sebesség utáni vágy hívta életre a 19. században. Az emberek gyorsabban akartak eljutni egyik helyről a másikra, tehát felszereltek egy motort a kerékpárra. Egyszerű ötlet volt, de a korszerű motor nagyon bonyolult szerkezet és sokkal gyorsabb, mint múlt századi elődje. A motor a mérnöki tudomány csúcs teljesítménye. A váza alumíniumból készül, ezért rendkívül könnyű és nagy sebességre képes. A hegesztés után lefestik az elemeket és hagyják őket megszáradni. A főtenge és a dugattyúk a baloldali motorblokkba kerülnek. Miután rászorították a csapágyakat, egy villának nevezett U-alakú elemet csúsztatnak bele. A szakember a megfelelő pozícióba helyezi a dugattyúkat, majd felteszi a dugattyú gyűrűket, hogy összeszereléskor a motor két eleme könnyen egymásba csúszson. A tömítés következik, majd beszerelik a hengerfejtartót. Egy elektromos csavarhúzó a motorblokkhoz erősíti a hengerfejet, majd a vezérműtengelyt is hozzá kapcsolják. Ez a rész vezérli a szelepeket, amelyek beszívják a levegőt és kiengedik a kipufogó gázt. A tengelyt megforgatják, hogy ellenőrizzék a működését. A motor próbája következik. Hűtőfolyadékkal, olajjal és üzemanyaggal töltik fel. Megnézik, hogy nem szivárog-e valahol. Ha mindent rendben találnak, akkor leengedik a hűtővizet. A motornak kívülről is tetszetősnek kell lenni, mert nem lesz rajta burkolat. A 102 kg súlyú motor egy futószalagra kerül. Itt felszerelik a vázat. A hátsó és az első kerék is megtalálja a helyét. A kormányt is felszerelik, ügyelve arra, hogy megfelelően mozogjon. A fékberendezés sem maradhat le. Végül a rendszert fagyállóval töltik fel. A festőüzemben robotok végzik a munkát. A lefestett elemek is a helyükre kerülnek, vagyis az ülés, a benzintartály és minden szerelvény. Ezután következik a műszerfal elhelyezése, vagyis a sebességmérő és a benzinóra. Ez a rész áramvonalas kiképzésű. A műszerfalat is felszerelik a motorra. Majd minden elemet hozzácsavaroznak. A borítást végül ráhelyezik a kipufogóra. Minden illesztést ellenőriznek. A kerékpár rágördül a dinamométerre, ami a motor teljesítményét méri. Mindent átnéznek, a féket, a dudát és a navigációs rendszert is. Minden egyes motort alaposan átvizsgálnak, és ha minden rendben van, akkor már is indulhat.